Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit ebben a mai videóban, mint ahogy a címből is láthattátok. A mai videóban egy kicsit más, szokatlan dolgot fogok elővenni így most számotokra. Igazából, mint ahogy a címből is láthattátok, hogyan legyél felkapott streamer vagy youtuber a magyar YouTube-on. Na most, igazából ugye a Minecraft-ra alapozódik ez az egész, tehát nem globálisban, tehát nem globális YouTube tére meg bármilyen játékkal, hanem itt most kifejezetten az MC, és azért tudok erről beszélni, mert már eléggé régóta csinálom, gondolom én, és a kisebb youtubereknek szeretnék egy minimális segítséget adni, ha lehetséges. Szóval a youtubereket, tehát a videósokat, akik nem igazán streamelnek, azokat két részre osztanám. Vannak azok, akik clickbaites videókat csinálnak. Tehát tegyük fel... akár lehet ez a megtaláltamos dolog is, meg ez, hogy megjátsszuk magunkat, meg ilyenek, ez is simán lehet. Ez a fajta videózás, ez inkább, ha van egy nézőközönséged, akkor ez egy hozhat egy nagy hype-ot is, de lehet, hogy hoz egy nagy hype-ot, és rövid időn belül ennek ugye annyi is lesz, tehát rövid időn belül le fog csengeni a csatornád, és nem feltétlenül lesz rajta annyi néző, mint amennyit te szeretnél. Van a második réteg, akik ugye nagyon-nagyon ösztönösen, nagyon sok munkát belefektetve a videókba, úgy építik fel a csatornáikat, hogy minden videójuk után igenis megszenvednek, nagyon sok munkát beletesznek, 2-3 óra vágás, intro, indexkép, stb. Tehát azért ők nagyon sok mindent beletesznek a munkájukba. És néha van az, hogy az ilyen videósok sem tesznek olyan nagy sikerre szert, nagy hírnévre szert, hanem megvannak magukba, örülnek a maguk sikerüknek, és igenis büszkék rá, de azért van, aki vágyik arra, hogy csak egy minimális és több legyen, és hogy többen ismerjék. Úgy nagyjából ezt a kört lezárnám, mert nincs tovább szúzni, példát nem szeretnék mondani, mert van, aki megsértődik, stb. Na most, vannak azok az emberek, akik viszont streamelni szeretnek jobban, inkább ide sorolnám magam is, de én azért belevágtam a troll sorozataimba, abba a 3-4 részbe. Ott azért én is vágosgattam eleget a videókba, tehát ott nekem is megszaladta a vágásidő az 1 órát, szinte mindegyik videónál. A render az meg ugye szar a gépem, az hát az minimum 1 óra másfél volt, szóval igen. Tehát egy olyan 2-2,5 óra volt fullba, hogy feltöltsem a videót. Azoknál ugye meg indexkép, szóval azok tényleg azért informatív videók voltak, és hát nem is informatív, hanem azok össze voltak rakva rendesen, és abban volt meló. Nyilván azon látszik is, hogy azok az egyik legnézettebb videóim, így a jelenben. Na most ugye streamerek, tehát akik live-olni szoktak, hát mondom azt, hogy ott itt is két részre lehetne osztani szerintem. Vannak azok, akik mondjuk azt, hogy csak azért live-olnak, hogy bővítsék a közösséget, és hatalmas nézettségre tegyenek szert. Na most ezt mivel tudod elérni legkönnyebben? Akár egy kis pénz segítségével is, vagy haverok segítségével. Hát nézzünk egy nagyobb szervert, hogyha én most streamálni szeretnék. Mondjuk itt van a MySide. Na most valahonnan veszel, vagy szerzel, vagy kérsz, tegyük fel 2000 érmét, és akkor nyilván elindítod a live-ot. Ugye ehhez kell egy alapgép, legalább 720p-be tudja live-olni, azt gondolom, hogy az már manapság az az alap. Elindítod a live-ot, és szépen elkezded magad hirdetni cseten. És igazából ennyi a dolog. Onnantól már csak egy nagyon-nagyon minimális önállóság kell, hogy biztosd a nézőidet, hogy hirdessék a live-ot, hogy ekkor és ekkor lesz sorsolás, és még biztos, hogy lesz sorsolás, szóval jöjjenek vissza, mindig amikor live lesz, akkor jöjjenek be, nézzék a live-ot. Tehát igen, ezek olyan dolgok, hogy
innentől már a néződ az azért is jönni fog, lehet, hogy most nem nyer, de kövire megmondod neki, hogy lehet, hogy fog. És nyilván vissza fog jönni az ember, mert a néz, tehát egy youtubernek a nézői azok így is követni fogják, ha már egy-két live után is van. Van pedig az a réteg, akik igazából, meg ugye még hozzáteszem, még nem kezdtek bele a második rétegbe. Itt ennél ezt is mondhatjuk ilyen clickbaitesebb rétegnek, de azért nem clickbait, mert egy live-ra nem tud szerintem annyira clickbaitelni, tehát egy kis youtuber nem tud clickbaitelni annyira egy 200 feliratkozós, mert amúgy se nézné meg olyan sok ember. Na most ugye én is a csatornámat erre az első rétegre alapoztam, tehát én nagyon sokszor voltam úgy, hogy felmegyek, például annó még volt Implicite, My Side, Vanity Empire. Vanity-n ott nem volt nagy karrierem, mert az igazat megvalva, ott visszaéltem ezzel, hogy nagyon-nagyon könnyen nézettséget tudok szerezni, tehát mindegy. Ez maradjon más témára, de például Implicite-ről nagyon sok nézőt szedtem össze, tehát megfeliratkozott, tehát ott úgy volt, hogy szépen minden live-ra ki volt tűzve, hogy 50 feliratkozónak meg kell legyen, és szépen sorsolgattam, mivel a játékosoktól kaptam a nagyon sok cuccot, így voltam itt sorsolni, meg volt érmém is, trédelgettem, tehát akkor nagyon sokat beleöltem az egészbe, és volt is értelme, mert szerintem egy nyár alatt simán jött egy 600 feliratkozó, tehát 3 hónap alatt, 3-4 hónap alatt jött egy 600-700 feliratkozó. Na most ugye MySide-ról is nagyon sok. MySide-on például néző van nagyon sok, mivel nagyon nagy a játékos szám. Így ott nagyon-nagyon sok nézőre tesz szert, tehát élő idejű nézőre. Nekem ott a rekordom a 140-150 volt. Szóval igen. Tehát az első live-om MySide-on, amióta újra kezdtem ezt az egész YouTube-ozást, meg az MC-zést, az első live-om default ranggal 110 néző volt. És 1,5 órás live, tehát hogy nem kell ide olyan sok dolog. Na most itt is ugye van az a rész, a második rétegre most már áttérnék. Van az a réteg, akik igazából közösséget építik, és a közösséggel foglalkoznak. Tehát tegyük fel, bedwarsoznak, közös gémet csinálnak, kérdezfelelek, stb. Ez így, hát én is próbálom ezt valamennyire bevezetni, hogy figyelek a chatre, mert én nem figyeltem eddig a chatre semennyire, és hát mondták már egy páran, hogy azért kéne most már, meg ilyenek. Szóval próbálok erre is odafigyelni, de ezek az emberek szerintem sokkal jobban teszik. Mert lehet, hogy nem fogják annyira vinni mondjuk, mint egy másik youtuber, de viszont nagyon-nagyon összeszedett közössége lesz, és rendezett és normális közösségre tesz szert. Tehát itt viszont a clickbaites dolognak is annyi a hátránya, meg ennek a sorsolgatós résznek is, hogy bármilyen ember bejöhet, tehát nem ismered az embert, nem tudod, hogy milyen videókat kedvel, a streamer dolognál ott az érme vezet mindenkit. És az, hogy ingyen van, és hogy örülnek neki. A clickbaitesnél pedig abból meg annyira nem tudok kiindulni, mert azt annyira én nem folytattam. Tehát azt nagyon-nagyon nem csináltam. Szóval igen, és még egyszer mondom, hogy ez az én véleményem. Szóval csak gondoltam, megpróbálom összeszedni valamennyire ezt az egész témát, hogyha valakinek tudok egy minimális segítséget is adni, az annak már nagyon-nagyon örülök. És nagyon nem szeretném ezt a videót hát sokkal tovább húzni. Igazából csak minimális segítséget szerettem volna adni a kezdőbb youtubereknek, a kezdőbb streamereknek, mert látom nagyon sok embernél, hogy csináljuk, meg stb. De hogy lehetne sokkal nagyobb sikere is az embernek, és még sincs. És nyilván ugye én is vagyok egy húda sikeres youtuber, meg streamer, de azért szerintem most már van valamennyi konyításom ebbe az egészbe, hogy hogyan legyek szeretett, és hogyan legyen esetleg kicsit több néző, mint az átlag. És igen, most ezt a videókra nem lehet elmondani, de viszont a live-okra arra igenis, mert simán volt olyan, hogy 100-an néztek átlagba, és meg se éreztem. Szóval igen, nem tudom még, szerintem úgy nagyjából ennyi összeszedtem a videót, amennyire tudtam.
ha tetszett a videó, és esetleg valami hozzászólásod van, esetleg nagyobb youtuber vagy, és ki szeretnéd egészíteni a videómat, vagy akár ki szeretnéd fejteni a véleményedet, akkor a komment szekcióban megtehetitek nyugodtan, és esetleg rüheltek engem, vagy ilyesmi, akkor nyugodtan nyomjátok meg a dislike-ot, már nem érdekel, elmondtam már nagyon-nagyon sokszor, hogy alapjába véve, ha sikert akarsz, akkor magaddal foglalkozni mással. Úgyhogy ja, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok a mai videóban, remélem, hogy egy picit értelmesebb volt, és pár embernek azért bejön ez, hogy egy picit dumálunk, stb. Stb. Szóval ja, sziasztok!